megkérni valakit valamire. Ahogy a magyarban, az angolban is a helyzettől, az udvariasság szintjétől függően sokféleképpen lehet. Begombolod a ruhámat? Begombolná? Megteszi, hogy? Megtenné, kérem, hogy? Lenne olyan kedves, hogy begombolná a ruhámat? De a felszólításról mindenkinek ugyanaz jut eszébe. Mármint az, hogy valakit vagy valakiket egyes vagy többes szám második szemében közvetlenül felszólítunk, hogy csináljon vagy csináljanak valamit. Ezt a felszólítást egy autó koszos szélvédőjére írták. A mintaként használható példamondatból jól látszik a lényeg. Csupasz szótári alakkal működik, és ahogy a magyarban, az angolban sem tesszük oda a szemét az elejére. Ne tisztíts le, ültes valamit. Don't clean me, plant something. A példamondatunk utánzásával tehát kifejezetten olyan mondatot gyártatok, amelyeket a magyar nyelvtanban felszólításnak tartunk. Még egy-két példa. Csukd be a szád. Shut your mouth. Menj oda hozzá és kérdezd meg. Go up to him and ask him. Ne gyertek közelebb. Don't come nearer. Persze, hogy a magyarban, az angolban is lehet picit finomítani. Légy szíves, gyere és segíts. Come and help me, please. Haladóbbaknak mindjárt egy ugye kérdéses példa. Gyere közelebb, jó? Come closer, will you? A will you a tagadós változatban is will you marad. Ne gyertek közelebb, jó? Don't come closer, will you? Maga a visszakérdezés viszont lehet akár can you, could you, would you is. Azoknak a haladóknak, akik óhajtásban is szeretnének felszólítani, mutatok még néhány rögtön használatos darabot. Nyugodjon békében. May she rest in peace. Az erő legyen veled. May the force be with you. Isten óvja a királynőt. God save the queen. Meghalt a király, éljen a király. The king is dead. Long live the king. Érdekességek. Ahogy a magyarban, az angolban sem mondunk olyasmit saját magunknak egyes szám első személyben, hogy menjek. Furcsa talán, de az angolban a harmadik személyben sincs hasonló felszólítás. Olyat tudunk ugye mondani, de itt is kicsit szinte megszólítva az érintetteket, hogy valaki vakarja már meg a hátamot. Somebody scratch my back. Meg hogy mindenki üljön le, legyen szíves. Everybody sit down, please. De azt például, hogy jöjjön a barátod is, vagy hogy ők ne panaszkodjanak, csak körülírósan tudjuk előállítani. Például a kellene jelentésű suddal, vagy a nem szabadna jelentésű sudnattal. Your friend should come too. They shouldn't complain. Hogy hogyan tudsz olyat mondani többes szám első szemében, hogy menjünk, azt megnézheted a mondattárban a hagyhad mondataiban. Hogy hogyan működik a kérdőfelszólítás egyes és többes szám első szemében, azt a Becsomagoljam című videóban és hasonló címmel a mondattárban láthatod.